felesége csak egy kis fiú maradt utána. Az ember nem sokára újra megházasodott, és a második asszonytól is fia született. De az új asszony gyűlölte mostoha fiát. Egyszerűen Korizondnak nevezte, mert azt remélte, hogy a rövid nép megrövidíti az életét is. Édes fiának azonban hosszú-hosszú nevet keresett, hogy hosszú legyen az élete is. De mérdek tanakodás után elkeresztelte hát Oniudó, Koniudó, Mappiraniudó, Hiraniudó, Helytokó, Helyganokónak. És ehhez még hozzátette az előkelő hangzású Hemetanikameta, Icsogirika, Csogirika, Csocsorano, Csogirika, Siki-Siki Andono nevet is. De még most sem volt elégedett, ezért megtoldotta még néhány hangzatos dísznévvel. Heianji Tenmoku, Mogudono, Eizuke. Egyszer aztán a gyerekek a folyóparton játszottak, és Korizan, a mosdoha fiú beleesett a folyóba. Az emberek, akik a közelben voltak, kiáltozni kezdtek. Korizan beleesett a folyóba! Meghallotta az apja, odaszaladt és kimentette. Nem sok időn múlva, játszadozás közben a folyóba potnyadt a másik fiú is. Az emberek észrevették, és oda kiáltottak az apjának. Hé! Hallod-e? Oniudó, Koniudó, Mappiraniudó, Hiraniudó, Helytokó, Helyganokó, Hemetani, Kamerta, Icsogirika, Csogirika, Csocsorano, Csogirika, Siki-Siki, Andono, Helyanki, Tembogu, Mokutono, Helyzuke, beleesett a folyóba! De mire a szülők meghallották, hogy mi történt a gyerekkel, már messzire sodorta a fiút az ár. Kis híján beleveszett az örvénybe. 7 napi járóföldre ért partot, és majd lekopott a lába. Mire hazaért?